Filmünk igaz történetet dolgoz fel, bár egyes neveket megváltoztattunk. A film több ország rendőrtisztjeinek közreműködésével készült, de tartalmáért az Interpol nem felelős. Ez a film egy ősi földről szól, és a benne rejlő felbecsülhetetlen kincsekről. Továbbá egy arcátlan csempészről, aki semmibe veszi a törvényeket. Három ország rendőrei fognak össze, hogy megvédjék Egyiptom örökségét, és megállítsák a fáraók kincsének elrablóját. Van egy nemzetközi szervezet, amely bűncselekmény esetén egyesíti a rendőri erőket, hogy igazságot szolgáltasson. Interpol akták. Interpol akták. A fáraók kincse. Egyiptom pompás műemlékei turisták millióit vonzák, akiket lenyűgöznek az ókori civilizáció rejtélyei. Egyiptom története évezredekre nyúlik vissza. Történelmi emlékei részben ma is állnak. Részben eltemetve hevernek. Mint felbecsülhetetlen értékű kincsek. A részben ismert, de nagyrészt feltáratlan sírok százai rengeteg ókori műalkotást rejtenek. A sírrablók és a csempészek viszont készséggel kiszolgálják a világ gazdag műgyűjtőit. Jó pénzért. Régi csempész tradíciót viszek tovább. Devoni vagyok, ahol az emberek ezer éve csempésznek. Én pedig büszkén követem a hagyományt. Jonathan Tokley Perry volt brit katonatiszt, műtárgyrestaurátor, és sokak szerint szégyentelen gazember. Csak azt bánom, hogy nincs több csempész. Talán iskolát kéne nyitnom. A csempésszel nem mindenki ért egyet. Aki ellop egy leletet, az a civilizáció egy részét lopja el, a történelem egy részét. Zahi Havász az egyiptomi műemlékfelügyelőség elnöke. Ezek a műkincsek nem csak Egyiptom, hanem az egész világ tulajdonát képezik. Mindannyiunk kulturális örökségének részei. Bár mindez az egész emberiségé, Havász és kollégái eltökélték, hogy Egyiptomban tartják a leleteket. Ez nehéz feladat, mivel sok az érték. És ezek a burjánzó korrupció folytán sokféleképpen eltulajdoníthatók. Becslések szerint Egyiptom műemlékeinek 70%-a a föld alatt van. Az ország törvényei tiltják az újonnan talált leletek eladását, sőt az állampolgárok általi birtoklását is. Ha egy egyiptomi valami régiséget talál a földjén, át kell adnia azt a kormányszerveknek, akik ezután elkobozhatják a földet. Ám mivel az országban az éves átlagkereset kevesebb, mint 2000 dollár, sokan inkább a fekete piacra mennek, hogy megtartsák birtokukat, és némi pénzre is szert tegyenek. Ha egy építési vállalkozó ókori tárgyakra vagy romokra bukkan, értesítenie kell a hatóságokat, akik ezután lezárhatják az építési területet. Sokan inkább újra eltemetik, és bebetonozzák a leletet, hogy folytathassák az építkezést. Ám a legtöbb egyiptomi még a könnyű pénzkereseti lehetőség dacára is úgy védi meg földjét, hogy csöndben megtartja, amit talált. Így volt ez egészen addig, míg 1991-ben ki nem tört az öbölháború. 1991 remek év volt, mégpedig az öbölháború miatt. Egész Egyiptom félt. Meg voltak győződve, hogy Saddam tankjai meg sem állnak a sínai félszigetig.
és hogy Szudán a gátok felrobbantásával elárasztja Egyiptomot. Mindenki erős valutát akart szerezni, ezért mindenki igyekezett eladni a régiségeit. Tókli Perry és egyiptomi partnere Ali Farag azon mesterkednek, hogy kihasználják a pánikot. A nagy áttörést harmadik Amenhotep feje ismertebb nevén az A3-as hozta meg számunkra. A szoborfejet egy asutei építési vállalkozó hozta el nekünk, mondván, hogy normál körülmények között a törvények miatt egyszerűen bebetonozta volna azt. Ám tekintettel az öbölháborúra kész volt eladni nekünk a leletet. Gyorsan megállapodnak az árban, amely töredéke az A3-as valódi értékének. Az építési vállalkozó 6000 dollárt kért. Ennyire volt szüksége, hogy a háború idejére az egész családját Marokkóba költöztesse, ahol biztonságban voltak. Az A3-as hatalmas fogás Tókli Perry számára. Olyan műkincs, ami komoly pozícióba helyezheti őt az antik műtárgypiacon. Évek óta álmodott erről az áttörésről. Tókli Perry a legjobb angol iskolákban tanult, és 1974-ben végzett Cambridge-ben. A sors iróniája, hogy többek között éppen erkölcstanból szerzett diplomát. Ám az egyetem elvégzése után Rómában beleszeretett az ókori dolgokba. Ahogy megérintettem ezeket az ókori tárgyakat, valamiféle örömteli borzongást éreztem, csodálatos kisugárzásuk van. Rögtön tudtam, hogy ilyesmikkel akarok dolgozni. Ezért tanultam ki a restaurátor szakmát, végül pedig csempész lettem. A csempésznek most ki kell juttatni a zsákmányát Egyiptomból. Képzelhetik, hogy az első géppel hazarepültem. Az országban még mindig teljes készültség volt, mindenütt katonák voltak. Tókli Perry ezután a kairói Windsor Hotelban foglalt szobájában profi restaurátor munkával felismerhetetlenné teszi a zsákmányt. A szállításra való előkészítés első lépése az volt, hogy a fejet bevontam egy B72 nevű konzerváló műanyaggal. Ez mindentől megvédi az anyagot. Ha sikerül elérnie, hogy a fáraó büsztje egy bazárban vett replikának tűnjön, átsúszhat vele a vámon. A műanyag rétegre aztán gipszből orrot, állat és szemeket ragasztottam. Utána az egészet bevontam aranyfóliával, amire aztán ráfesthettem a díszítést, a szemek vonalát, a haj csíkjait és így tovább. A repülőtéren egy vámtiszt szemügyre veszi a szobrot. A vámosoknak megvan az a kellemetlen szokásuk, hogy elővesznek egy kocsikulcsot és megkapargatják a tárgy felszínét. Tudtam, hogy ha az arcon, vagyis az orcákon találják megkapargatni a fejet, ahol csak a műanyag volt az aranyozás alatt, felfedezik a követ. Ezzel rögtön lebuktam volna, egy csapásra vége lett volna mindennek. Amikor a fickó elővette a kulcsot, meg kellett győznöm, hogy az alját kapargassa meg, ahová egy áll alapzatot rögzítettem direkt erre a célra. A trükk tökéletesen beválik. Tókli Perry távozik az ókori Egyiptom egy felbecsülhetetlen értékű műkincsével, ami szerinte jobb kezekben lesz a nyugati országokban egy műgyűjtőnél. Az A3-asnak a vámon való átjuttatása életem legnehezebb feladata volt. Soha semmikor nem tettem kárt egyetlen műalkotásban sem. Olyan dolgokat mentettem ki Egyiptomból, amelyeket különben bebetonoztak volna. Ez az angol fickó olyasmit beszél, aminek nincs semmi értelme. Nem lophatunk azzal az indokkal, hogy azért lopom el ezt a műkincset, mert ez az ország nincs tisztában az értékével. Tókli Perry másnap már Angliában van, és kész helyreállítani az A3-as eredeti formáját. Amikor belemártja a büsztöt egy enyhe acetonos fürdőbe, az aranyozás, a festék és a műanyag leoldódik, és feltűnik maga a műkincs. Amikor az A3-ast megkaparintottam, nyilvánvaló volt, hogy csodálatos műtárgy került a birtokomba. Egészen fantasztikus volt. Messze túltett mindenen, ami addig valaha is a kezembe került. Nem tudtam, hogy hogyan adjam el, és fogalmam sem volt az értékéről.
Az világos volt, hogy keresnem kell egy ilyen kaliberű dolgokkal foglalkozó kereskedőt. Tokli Perry New Yorkban próbál meg ilyen kereskedőt találni. Frederick Schulzot New York egyik legnevesebb műtárgy és régiség kereskedőjeként tartják számon. Schulz rááll, hogy segít eladni az A3-ast. Ám ő és Tokli Perry komoly akadállyal néznek szembe. Az egyiptomi törvények tiltják az 1983 után felszínre hozott leletek eladását. A neves műkereskedők ezért elkerülik az olyan tárgyakat, amelyek nem egy ismert gyűjteményből származnak. Létre kellett tehát hoznunk egy régi gyűjteményt. Úgy kellett feltüntetnünk a dolgot, mintha ezek a tárgyak egy váratlanul előkerült régi gyűjtemény részét képeznék. Tokli Perry ezért a semmiből megalkotja a Thomas Olcock gyűjteményt. Olcock Tokli Perry rokona volt, aki építőmérnökként több földrészen is dolgozott az 1920-as években. Játék volt ez, amit játszottunk, és mindenki megértette. Erősen kétlem, hogy valaha is bárkit megtévesztenének az ilyen régi gyűjtemények. Tokli Perry Victoria korabeli papírdarabok felhasználásával hamis katalógus cédulákat készít az A3-as és más tárgyak számára. A cédulákat megnyomkodja teafilterekkel, majd sütőbe teszi őket, hogy megsárguljanak és törékeny állagot nyerjenek. Ezután restaurálja a tárgyakat, mégpedig a 20-as években népszerű technikákkal, beleértve egy bizonyos fajta shell-lakot is. A többi már Frederick Schulzon múlik New Yorkban. Ha egy műtárgyról már írt egy szakértő, akkor könnyebb eladni, mivel így van róla tudományos leírás, vagyis van tudományos háttere. Schulz találkozik egy híres egyiptológussal. Ha a nő új könyvében ismertetné az A3-ast, ezzel igazolná, hogy a műkincs egy hiteles gyűjteményből való, és azt a látszatot keltené, hogy a tárgyat legálisan szerezték meg. A nő elhiszi az A3-asról és az Olcock gyűjteményről szóló mesét. Frednek sikerült elérnie, hogy az A3-ast beillesszék a harmadik Amenhoteppel kapcsolatos művekből álló clevelandi kiállítás anyagába. Az anyagról kiadtak egy igen elegáns katalógust is. Ebben benne volt az A3-as fotója is, mint egy magángyűjtemény részét képező, műfajában egyedi darabé. Fred így hivatkozhatott erre a katalógusra, amikor felkínálta a fejet egy vevőnek. Ez nyilvánvalóan nagyon megkönnyítette a dolgát. A katalógus megjelenése után Schulz eladja harmadik Amenhotep büsztjét egy dél-afrikai kereskedőnek. A vételár 1,2 millió dollár. Tokli Perry nyílve ütötte karrierje legnagyobb üzletét. Azt hiszi, tökéletes büntényt hajtott végre. Ám tökéletes büntény nem létezik. Jonathan Tokli Perry csempész és Frederick Schulz műkereskedő több mint 1 millió dollárért értékesítenek egy A3-asként ismert lopott egyiptomi műkincset. A csempésznek ez az első nagy dobása. Most, hogy 1 millió dollárt kapott az A3-asért, komoly szereplővé lesz a műkincs kereskedelem világában. Az egyik percben még szolga voltam a gazdagok asztalánál. Aztán hirtelen én lettem az aranytojás tojótyúk. Sokkal fontosabb személy lettem, olyan, akit forrásnak neveznek. Nagyon kellemes változás volt, őszintén élveztem a dolgot. Tokli Perry évekig elkerült a rendőrség figyelmét, mivel kicsiben üzletelt és minden részletre figyelt. Ám ahogy vállalkozása nagyobb méreteket ölt, ez lehetetlenné válik. Kénytelen bűntársakat bevenni. ...1994 májusa, London. Egy férfi besétál a British Múzeumba, és egy figyelemre méltó lelet felbecslését kéri. Nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki egy igazán érdekes és jelentős régiséget hoz be hozzánk. A múzeum egyiptológusa Jeffrey Spencer számára valóban komoly jelentőséggel bírnak a behozott tárgyak.
A múzeum szakértői felismerik a kéziratokat, az úgynevezett démotikus papíruszok azok, amelyeket egy kollégájuk fedezett fel 25 éve, és amelyeknek Egyiptomban a Szakkarai nekropoliszban kellene lenniük szigorú őrizet alatt. Amikor a papíruszok feltűntek Londonban, nyilvánvaló volt, hogy legálisan nem kerülhettek ide. Titokban kellett, hogy kicsempészszék őket Egyiptomból. Kapcsolatba léptünk a Scotland Yard műtárgy és régiségcsempészeti csoportjával, akiket igencsak érdekelt az eset. Már csak azért is, mert a démotikus papíruszok még mindig nálunk voltak. Kezünkben volt a lopott áru, annak a személynek a nevét és címét is tudtuk, aki behozta az országba. A Scotland Yardnál Richard Ellis őrmester, a műtárgy és régiségcsempészeti csoport parancsnoka lenyomozza Andrew May-t, akitől a papíruszok előkerültek. May a Devon grófságbeli Barnstaple-ben lakik. A Barnstaple rendőrök már amúgy is figyelik May egyik szomszédját. A helyi bank alkalmazottainak már hetekkel korábban szemet szúrt ez a férfi. Mark Perry, aki menetrend szerint minden hétfőn 500 font készpénzt fizet be a számlájára. A bank alkalmazottai gyanakodtak, hogy Perry egy pénzét mosó drogkereskedő lehet, ezért értesítették a Devoni és a Cornwalli rendőrséget. Stephen Toms nyomozó ezen a potenciális kábítószerügyen dolgozik. Nyomoztunk a fickó után, de nem derült ki, honnan van a pénz. Nem nagy összegekről volt szó, csak pár száz font volt, de az rendszeresen jött hétfő reggelente. A Devoni és a Cornwalli rendőrség megfigyelés alá helyezi Perryt. Fény derül rá, hogy Perry hétvégenként rendszeresen elrepül Egyiptomba is vissza. Ez nem volt bevett útvonal az Angliába irányuló drogkereskedelemnek. Ezért aztán némiképp tanácstalanul álltunk a történtek előtt. Rejtély volt, honnan származik a pénz. A rejtély a démotikus papíruszok felbukkanásával oldódik meg. Mark Perry szomszédja, Andrew May, bérbe ad egy műhelyt Jonathan Tokley Perrynek. Tokley Perryt a rendőrség műtárgy restaurátorként ismeri, aki nemrégiben jelentette egy értékes egyiptomi szobor eltűnését. Halló, itt Toms. Toms nyomozó összeilleszti a mozaik darabjait. Tudtuk, hogy Andrew Maynek van egy udvarháza. Mark Perry a szemközti parasztházban lakott. Jonathan Tokley Perry pedig Andrew May-től bérelte a műhelyét. Mind ott voltak egy helyen, egymástól alig 100 méterre. Úgy éreztük, túl sok az egybeesés. A rendőrség a lopott műtárgyak, egyiptomi utak és tisztázatlan eredetű pénzek feltűnése nyomán úgy vélte, hogy egy csempész csoportra bukkant, amelynek feje valószínűleg Tokley Perry. Innen már nem volt nehéz levonni azt a következtetést, hogy a papíruszok feltehetően Tokley Perrytől származtak. Toms nyomozó segít a londoni rendőrségnek a házkutatások végrehajtásában. A csapat megszerzi a házkutatási engedélyeket. Ellis őrmester felhívja Jeffrey Spencer egyiptológust, hogy csatlakozzon hozzájuk. Nem értünk a témához, nem tudtuk, hogy valódi műkincset látunk, vagy másolatot. Jeffrey viszont igen. A nyomozók sem May, sem Perry lakásán nem találnak terhelő bizonyítékot. Átkutatják Tokley Perry irodáját is. Az iratszekrényben mindenféle egyiptomi utakkal kapcsolatos papír volt. Ezen kívül olyan üzleti tranzakciók dokumentációja, amelyek során egyiptomi műtárgyakat értékesítettek Amerikában. Úgy döntöttünk, hogy az iratszekrény teljes tartalmát lefoglaljuk, és egyenként átnézzük a benne lévő dokumentumokat. Műkincseknek eddig nincs nyoma. Ezután a restaurátor műhelyt kutatják át. Itt vannak a fotók. Elsőként néhány műanyag dobozon akadt meg a szemem, amelyek tele voltak színes fényképekkel. A felvételek egy később Tokley Perryként azonosított férfiról és társairól készültek Egyiptomban. A síroknál, a sírok belsejében, láncfűrésszel a kézben.
A sírok megszentségtelenítése közben. A fotóim valójában lényegtelenek voltak. Mindössze annyi látszott rajtuk, hogy műkincseket vettem Egyiptomban, majd elmaszkíroztam és kicsempésztem őket. A nyomozók ezt másként látják. Ezek a saját felvételei voltak. A dolog ahhoz hasonlít, amikor egyes bankrablók lefotózzák magukat, amint éppen átsétálnak az utcán a bankhoz, majd amint kijönnek a zsákmánnyal. Ne szamárság! Amatőr régész voltam, és abszolút tradicionális dolgot műveltem, olyasmit, amit az elődeim mindig is csináltak. Régi módi voltam, én voltam az utolsó a régi fajtából. A fotók csak a kezdetet jelentik. A nyomozók végre műkincsekre lelnek, és hívják Jeffrey Spencert. Jeffrey szeme majd kiugrott a helyéről. Mindenütt műtárgyak hevertek, amelyek nekünk nem mondtak az égvilágon semmit. Jeffreynek viszont annál többet. Volt egy királynő fej szürke kőből, egy igen méretes darab. Aztán volt ott néhány kisebb tárgy is. Találtunk a műhelyben öntőformákat is. Ezek az eredeti műalkotások után készültek, amelyekről aztán másolatokat készített. A csapat mindent lefoglal, lehetséges bizonyíték gyanánt. A rendőrök ezután Tokli Perry jelenlegi otthonához mennek, a 30 kilométerre lévő Eastleybe. A házban senki sincs. Ám a nyomozók további régiségekre bukkannak, amelyek eredetinek tűnnek, és illegális eredetűek. Találtunk néhány bizonyíték gyanánt kulcsfontossággal bíró tárgyat. Például két nagy kődombor műdarabot egy egyiptomi sírból, az Óbirodalom korából. Ezek fekete fadobozokból kerültek elő. Ilyen jellegű domborművek jellemzően a sírkamrák álajtóin fordulnak elő. Miközben a nyomozók átkutatják Tokli Perry házát, a gyanúsított hazafelé tart a repülőtérről. Éppen most érkezett vissza Egyiptomból. Tokli Perry időzítése rosszabb már nem is lehetne. 1994. június 28-án, amint a brit rendőrség épp átkutatja Jonathan Tokli Perry régiségcsempész házát, a gyanúsított besétál a szobába. Amikor a 65. utam után hazaértem, a rendőrség nyitott nekem ajtót. Azt hittem, valaki betört a házamba. Tokli Perry nyugodt marad, meggyőződése, hogy nem érheti vád. Richard Ellis őrmesterrel beszél. Volt nála egy bőrönd, megkértem, hogy nyissa ki. Volt ott egy mappa, amely azt látszott bizonyítani, hogy állagmegóvási munkálatokon dolgozik az egyiptomi kormány megbízásából, illetve hogy ő valamiféle konzulens. A bőröndben emellett van egy frissen felszínre hozott lelet is. Ez egy eredeti műalkotás volt. Valamilyen görög jel volt rajta. Tokli Perry beismerte nekem, hogy ezt a tárgyat akkor találta, amikor előző nap Egyiptomban elvitték egy addig ismeretlen sírhoz. Tokli Perry gyakran vásárol árut közvetlenül egyiptomi tisztviselőktől, így meggyőződése, hogy a lopott kincsek nyugodt lelkiismerettel exportálhatók. Egyiptomban megszegtem a törvényeket, de ezt közel sem egyedül tettem. Egyiptomban katonai rezsim van, a hatalmat a tábornokok tartják a kezükben. És ha ők mind régiségeket adnak el nekem, felmerül a kérdés, hol itt a törvény? Az egész nemzetközi maffia, az angolok, ázsiaiak, amerikaiak, mind szabadon azt tehették, amit akartak. Szabadon ellophatták a szobrainkat. A korrupció és a régiségek hatalmas mennyisége megnehezítette Egyiptom számára a csempészet megállítását. Az egyiptomi kormány régebben nem tudta hatékonyan megóvni a sírokban lévő műalkotásokat. John Imhoff az amerikai Interpol volt vezetője. Sok leletet soha nem katalogizáltak szakszerűen.
Elsőként ugyanis a sírrablók találták meg őket. Ezek a tárgyak az egyiptomi kormány tudta nélkül kerültek ki a világpiacra. A világban tehát rengeteg értékes műkincs kering, amelyről sohasem készült megfelelő dokumentáció. Hogy megállítsák a lopott ókori műtárgyak kiáramlását, az egyiptomiak 1983-ban hoztak egy lopások elleni törvényt. Az 1983 után talált leletek kivitele lopásnak minősül, amiért az elkövető bíróság elé állítható. Ám Tóklip Perry most Angliában van, ahol egy törvény sem tiltja kimondottan a műkincsek birtoklását. Nem voltam bűnös. Egész egyszerűen nem szegtem meg a brit törvényeket. Ám egy brit törvény tiltja a bárhonnan ellopott dolgok úgynevezett hűtlen kezelését. Ez az ember mentséget keres. Gonosz beszéd. Azt hiszem, ez bizonyítja, hogy ez az ember bűnöző. Igen, uram, értem, de... Az a hatalmas mennyiségű anyag, amit aznap találtunk, elegendő alapot szolgáltatott számomra, hogy Tóklip Perryt kulturális vagyon hűtlen kezelésével gyanúsítsam, és emiatt őrizetbe is vegyem. Tóklip Perry dacosan kihívó marad. Továbbra is állítom, hogy erkölcsi szempontból helyesen cselekedtem. Miután vádat emeltek ellene, a csempész leteszi az óvadékot és távozik. A hatóságok most a többi gyanúsítotthoz fordulnak. Kikérdezik Mark Perryt az általa alkalmazott rendszeres pénzbefizetésekről. A börtönnel szembenézve Perry a többiek ellen vall. Beismeri, hogy Tóklip Perry fizet neki a hétvégi egyiptomi utakért, ahonnan vagy magahoz régiségeket, vagy hazaszállítatja azokat Angliába. Tóklip Perry mindig fizeti a repülőjegyét, emellett 500 fontot ad neki utanként. A rendőrség most már tudja, hogy Tóklip Perry kiterjedt csempész tevékenységet folytat. Most azt kell kideríteniük, pontosan mivel jár ez a tevékenység. A fotók elmesélik a történetet. Körülbelül 50 utat tettem Egyiptomba egyedül. A titkos raktárunk már zsúfolásig tele volt. Főleg az öbölháború után. Annyi mindent vettünk, hogy egyszerűen nem bírtam őket egyedül hazahozni. Ekkor kezdett el küldöncöket alkalmazni, kibővítve a vállalkozást az extra profit reményében. Andrew May és Mark Perry voltak a futáraim. Andrew May volt az első, utána jött Mark Perry. Nem lett volna szabad megbíznom senkiben, mivel ez volt az, ami kikezdte a biztonságomat. Bánom, hogy nem folytattam egyszerűen, amit addig csináltam, mégpedig láthatóan sikeresen. Ha nem bíztam volna meg másokban, nem zúdult volna rám a közvélemény dühe. A rendőrségnek segítségre van szüksége, hogy megtörje a jeget és bizonyítsa a hűtlen kezelés vádját. A British Múzeum egyiptológusa Jeffrey Spencer igyekszik azonosítani a lefoglalt tárgyakat és megállapítani eredetüket. Az ágy alatt talált kődomborművekkel kezdi, és feltűnik neki, hogy ezek hasonlítanak a leírások szerint Hetepka sírjában található domborművekhez. Ha be tudja bizonyítani, hogy a kettő egy, a rendőrség rá tudja bizonyítani a vádat a csempészekre. Ám ez nehézségekbe ütközik. A részletek tekintetében a két dombormű nem egyezett pontosan, ez gondot okozott. Tóklip Perry bizonyára elváltoztatta a két kőtábla kinézetét, hogy ne lehessen megtenni azt, amivel én próbálkoztam, azonosítani a származási helyet, Hetepka sírját. A gyanított maszkírozást leleplezésére a múzeum tudósai kémiai elemzésnek vetik alá a hieroglifákhoz használt festéket. Az eredmény igazolja gyanújukat. A hieroglifákat megváltoztatták. Egyes esetekben Tóklip Perry elkövette azt a hibát, hogy modern festékanyagot használt, amelyet az ókori egyiptomiak nem ismertek. Ám hogy Tóklip Perryt orgazdasággal, vagyis a brit törvények megszegésével vádolhassák, a rendőrségnek bizonyítania kell, hogy a lefoglalt műkincsek nemrég érkeztek Egyiptomból. Az 1983 előtti leletek gyűjtőinek be kell jelentenie azokat a kormánynak ahhoz, hogy a gyűjtemény legális legyen.
Az Interpol a lopott műkincsek egész világra kiterjedő adatbázisa segítségével szemmel tartja ezeket a legális gyűjteményeket. Ám ez nem segít a Scotland Yardnak sarokba szorítani Tókli Perdit. Hetepka sírjából semmilyen tárgy eltűnését nem jelentették. Lehetséges, hogy még senki nem vette észre a lopást. Ám valószínűbb, hogy a csempészek, az őrök és tisztviselők megvesztegetésével tartották titokban az ügyet. A műtárgy és régiség csempészeti csoport átnézi a talált iratokat és fotókat, hogy valamilyen egyiptomi kapcsolat nyomára bukkanjon. Tudják, hogy Tókli Perry és két futára érintett az ügyben. A papírok közt utalásokat találnak egy egyszerűen csak Alinak nevezett egyiptomi partnerre. Alice segítséget kér az egyiptomi hatóságoktól, többek közt a régiség csempészeti csoport főnökétől, Aziz Maklat tábornoktól. Idegesített minket a helyzet, mert csak annyit tudtunk, hogy a csempészbanda három brit férfiból és egy Ali nevű egyiptomiból áll. Ez az egyetlen név, hogy Ali, nem sok segítség a rendőröknek egy 60 milliós lakosságú országban. Ám ez az ember lehet annak a kulcsa, hogy lefüleljék a bandát és sarokba szorítsák Tókli Perdit. Az angol és az egyiptomi rendőrség az Interpol segítségével arra készül, hogy szétzúzza a Jonathan Tókli Perry vezette csempészbandát. Zahi Hawass az egyiptomi műemlékfelügyelőség elnöke. Mindannyiukat el fogjuk kapni. Ezzel bizonyítjuk a világnak, hogy Egyiptom most először igenis törődik műemlékei védelmével. A feladat nem könnyű. Egyiptomban egyetlen nyom van, egy név. Ali. Ám Aziz Maklat tábornoknak van egy terve. Felhasználtam a titkos hírforrásaimat. A bandát csak informátorok segítségével leplezhettük le, akiket beépítettünk a tolvajok és a műtárgyak közé. Az informátorok megadnak egy nevet. Ali. Alit Ali Farakként azonosítják, aki egy csempészettel gyanúsítható családtagja, de ő maga eddig nem keveredett bajba. A rendőrök úgy érzik, hogy kezd tisztulni a kép. A Scotland Yard nyomozója Richard Ellis őrmester Egyiptomba repül, hogy meglelje a Tókli Perry ágya alatt talált kődomborművek származási helyét. Ott csatlakozik egy nemzetközi rendőrosztaghoz, és együtt felkeresik Hetepka sírját a hatalmas szakkarai nekropoliszban. Ez a sír az egyik legértékesebb Egyiptomban. Bár Hetepka nem fáraó volt, hanem a fáraók fodrászainak felügyelője. Bizalmasa volt egy több ezer évvel ezelőtti királyi családnak. Ez volt az első alkalom, hogy valaki a nagy közönségből láthatta ezt a sírt. Ez egy rendkívül ritka sír volt, ezért a kereskedők óriási összegeket fizettek a tolvajoknak és a sempészeknek az innen ellopott dolgokért. Az ajtó zárva van. Lopásra utaló jel nincs. Ám amint a rendőrök belépnek, legszörnyűbb bal sejtelmeik igazolódnak be. Nem csak az álajtókat díszítő domborművek tűntek el, hanem szinte minden más is. A sír őrei bevallják, hogy 1991. decemberében műkincsrablókat engedtek be a sírkamrába. A nyomozók szerint Tókli Perry így jutott az ágya alatt talált kődomborművekhez. Az okozott kár ellentmond Tókli Perry állagmegóvással kapcsolatos állításainak. Ha megnézzük Hetepka sírját, annak kirablása után, tanúi lehetünk a pusztításnak, ami annak a következménye, hogy Tókli Perry el akarta adni az álajtó darabjait. Láthatjuk, mekkora kárt okoznak a Tókli Perryhez hasonló emberek a világ ókori műemlékeiben. Ez igazi bűncselekmény. Azért, hogy kielégítsék nyereségvágyukat és megszerezzenek pár eladható darabot, elpusztítanak egy teljes ötödik dinasztia korabeli sírt, amely több ezer éven át fennmaradt.
A rablók a sírkamra kifosztása után újra lepecsételték az ajtókat és eltűntek. Hogy a rablók és a csempészek elleni vádemelésnek szilárdabb alapja legyen, az egyiptomi műkincsrendőrség további lopások nyomai után kutat. Felnyitnak más szakkarai sírokat is, és kiderül, hogy a rablók a nekropolisz egész területén aktívan működtek. Tókli Perry óvadék ellenében van szabadlábon, de így is folytatja csempész tevékenységét. Megtudja, hogy a fekete piacon feltűnt egy sírban talált kőtábla, egy stélé, amelynek vésett felirata Oziriszt, az alvilág istenét dicsőíti. Tókli Perry nem szalaszthat el egy ilyen mesés darabot. Értesíti az amerikai műkereskedőt, Frederick Schulzot. Ketten együtt aztán csaknem 100 000 dollárt ígérnek különböző közvetítőknek azok szolgálataiért. Az eladók bekötik a csempészek egyiptomi emberének, Ali Faragnak a szemét, majd autóba ültetik Alit, és elviszik kairói rejtekhelyükre, ahol a stélét őrzik. Ali ott megköti az üzletet. Rendezi az anyagiakat, és megszervezi a szállítást egy svájci tároló udvarra tartó konténerben. 40 000 dollárt fizettünk azért a konténerért. 3500-at a szállításért, a többi 36 000-et pedig a műkincsrendőrségnek egyetlen papírlapért. Így működik ma Egyiptomban a csempészet. Szinte ipari méretekben. Ebből látszik, hogy miként működik a nemzetközi műkincspiac, és hogy megfelelő kapcsolatok birtokában mennyire könnyű akár nagyméretű műalkotásokat is elszállítani. A Scotland Yard bevonja Tókli Perry útlevelét, így módon próbálják Angliában tartani a csempészt. Ám Tókli Perry találékony ember, gyorsan kieszel egy tervet az útlevél visszaszerzésére. Kérelmet nyújtott be azon az alapon, hogy meghalt az ő egykori menyasszonyának az édesanyja, és ez a volt menyasszony történetesen Svájcban élt. Ő pedig szerette volna visszakapni az útlevelét, hogy elmehessen Svájcba, ott lehessen egykori jegyese mellett, és részt vehessen az édesanyja temetésén. Alice az Interpol segítségét kéri. A svájci rendőrség a nemzetközi együttműködés keretében ellenőrzi a történetet, és kideríti, hogy az említett halálesetnek nincs nyoma. Alice meggyőzi a hatóságokat, hogy utasítsák el a légből kapott kérelmet, ám Tókli Perryt ez nem állítja meg. Felvesz egy másik családnevet, szerez magának egy útlevelet, majd elindul Svájcba. Amikor Tókli Perry odaír a genfi tároló udvarra, meglepetés vár rá. Az Osiris télé, amelyért ő és Frederick Schulz oly sokat fizetett, nincs ott. Egy egész évi három földrészre kiterjedő fáradtságos nyomozás után a hatóságok készek lecsapni. A terv fedőneve Bullrush akció. Végül behatároltuk az egész csempész csoportot, akik érintettek voltak az egyiptomi műkincsek illegális behozatalában. 1995. márciusában egyidejűleg razziákat hajtanak végre Londonban és Kairóban is. A Bullrush akció során letartóztatnak 5 brit műkereskedőt, egy brit rendőrtisztet, több mint 200 műemlék felügyeleti dolgozót és Tókli Perry több egyiptomi bűntársát, köztük főpartnerét, Ali Faragot is. Jonathan Tókli Perryt már őrizetbe vették és vád alá helyezték. Ő óvadék ellenében szabadlábon várja a bírósági tárgyalást. Nagyon boldog voltam, és azt mondtam, ez arra fog bátorítani, hogy szerezzem vissza az ellopott műkincseinket. Az az együttműködés, amire itt sor került, még csak a kezdet volt. Ez volt a kezdet. A kezdet, amely mindannyiunkat arra ösztönzött, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot, hogy együttműködjünk és megvédjük a műemlékeket. Tókli Perry ügyének tárgyalása 1997. februárjában veszi kezdetét Londonban. Ám február 27-én a vádlott rejtélyes módon nem jelenik meg a bíróságon. A csempész bevonul egy devoni kórház mentálhigiénés osztályára. Látva, hogyan alakul a tárgyalás, saját tervének megvalósításán ügyködik.
Az ügyvédem azt mondta, el fogják ítélni önt, mert minden áron kell nekik egy bűnbak, aki elviszi az egész balhét. De azt azonnal felmentésre változtathatjuk. Azt mondta, börtönbe kell mennie, de nagyon gyorsan ki fogjuk hozni onnan, és az egész ügy tisztázódik. Csak hogy én ezt nem voltam hajlandó elfogadni. A régiségcsempész aznap éjjel drasztikus menekülési útvonalat választ. Egy pohár vízbe porított bürököt kever, majd megissza az oldatot. Az eljárás bevett öngyilkossági mód volt az ókorban. Katonatiszt voltam, a hazámat szolgáltam. Nagyon büszke voltam mindarra, amit tettem, és nem voltam hajlandó eltűrni, hogy megszégyenítsenek. A dacos férfi ezzel lefekszik, és várja a halált. Az óvadék ellenében szabadlábon lévő notórius csempész Jonathan Tokley Perry bevonul egy devoni elmegyógyintézetbe. Majd bürök oldatot iszik, és várja a halált. A devoni és cornwalli rendőrség a nyomára akad. Mr. Tokley Perry! Ébredjen, uram! Ha-ho! Mr. Tokley Perry! Mr. Tokley Perry, ébredjen! Jól van? Üljön fel, uram! A rendőrök percekkel azután érkeznek, hogy Tokley Perry megitta a mérget. Még életben van. A rendőrök azt hiszik, hogy csak az álomtól és a nyugtatóktól kábult, ezért beviszik az őrsre. Szép csöndben, nyugodtan vártam a halált a kórházban, tudván, hogy másfél órán belül halott leszek. Aztán jöttek a rendőrök, és azt mondták, hogy meg kell változtatniuk az óvadék feltételeket. Ezért bevonszoltak a rendőrőrsre. Mire visszavittek, már félig kómában voltam, ezért az intenzív osztályra kerültem. Fogalmuk sem volt, mi történik velem. A bürök azzal öl, hogy lassan megbénítja az ember izmait. Amikor a tüdő nem dolgozik tovább, az illető megfullad. Ezen a ponton Tokley Perry még eszméleténél van. Elszámoltam 52-ig, aztán minden elsötétült. Én pedig azt hittem, hogy itt a vég. Nem tudtam, hogy közben bevezettek a tüdőmbe egy csövet, hogy azon át működésben tartsák a tüdőmet. Nem tudták, mi van velem, de életben tartottak 3 órán át, amíg a bürök hatása el nem múlt. Akkor újra felébredtem. Nem túl boldogan. Miután Tokley Perryt visszahozták a halálból, és ő megígérte, hogy többször nem kísérel meg öngyilkosságot, új tárgyalás kezdődik. 1997. június 18-án Jonathan Tokley Perryt bűnösnek találják halmazati hűtlen kezelés vétségében, és 6 év börtönbüntetésre ítélik. Egyiptomban ügyét távollétében tárgyalják 11 vádlott társáival egyetemben. Mindannyiukat bűnösnek találják, és 15 év kényszermunkára ítélik, amit Tokley Perrynek is le kell töltenie, ha valaha visszatér az országba. Csak körülbelül 1,5-2 évet kellett volna kapnom. De 6 évet adtak, hogy példát statuáljanak. Az egyiptomi hatóságok örömmel fogadják a hírt, és remélik, hogy precedens értékű lesz. Ez fontos dolog. A nemzeti örökségünk részéről van szó. Ám a mozaiknak van még egy hiányzó darabja, az Osiris télé, amiről Tokley Perry azt hitte, hogy Svájcba szállították. Ez a darab a Farag testvérek szállítási útvonalán átjutott Svájcba. Ott eladták egy kereskedőnek, aki utóbb eladta azt Franciaországban. Végül Franciaországból átkerült New Yorkba. A New York-i FBI ügynökök nyomon követik a műkincs kanyargós útját. Munkájuk végül meghozza gyümölcsét, rábukkannak a Stélire egy gazdag gyűjtő lakásában az 5. sugárúton. A férfi több mint 200 000 dollárért vette a kőtáblát, ám eredetét nem ellenőrizte. Az ügynökök lefoglalják a Stélét, hogy visszaszállítassák Egyiptomba. 2002-ben Frederick Schulzot, a csempészbanda New York-i összekötőjét bűnösnek találják lopott holmi csempészésében.
A szövetségi bíró 33 hónap börtönbüntetésre ítéli a műkereskedőt. A Schulzra és Tókli Perryre kiszabott enyhe ítéletek dacára az ügy alapjaiban megrázza a műkincs világpiacot. A régiség csempészetet többé nem tolerálják, legalábbis Angliában. A tárgyalásom eredményeként a londoni piacon kitört a pánik, és a forgalom nagyrészt áttevődött Párizsba, illetve Svájcba. Ma tulajdonképpen nem létezik londoni piac. 200 éven át London volt az antik műkincsekkel foglalkozó világ középpontja. Mindez most átkerült Párizsba és Svájcba. A mostanra kiszabadult Tókli Perry ma is állítja, hogy nem szegte meg a törvényt, csak egy nemes hagyományt visz tovább, a csodaszép műtárgyak Egyiptomból való kihozatalát és nyugaton történő megőrzését. 100 évvel ezelőtt lovaggá ütöttek volna azért, amit tettem. Ma a politikailag korrekt világ rossz szemmel nézi ezt, de ettől én még helyesen cselekedtem. Nem tettem volna, ha nem ez lett volna a meggyőződésem. Azt hiszem, ha Tókli Perry a kitüntetettek listáján szeretné látni a nevét, sokáig kell még várnia. A legtöbb elrabolt műalkotás visszakerült a helyére. Amikor először mentem oda és fogtam meg egy ellopott, de visszakerült műtárgyat, nagy szeretettel vettem a kezembe. Mintha egy gyereket tartottam volna a karomban. A gyermekemet, aki egy ideig távol volt, de most végre hazavihetem. Sok ellopott lelet, köztük a hányatott sorsú Osiris télé is, egy új kiállítás részét képezi a Kairói Múzeumban. A kiállítás címe az ellopott műkincsek visszatérése. Narrátor Mihály Győző, munkatársak Juhász László, Horváth Zoltán, Végvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.